2022-es évnyitó bajnokin az Aquitál FC-nél a kezdőben kapott helyet a csapathoz télen visszatérő támadó Tamás Nándor, a másodosztály góllövő listáját vezető Takács Tamás azonban kimaradt a keretből sérülés miatt. A Budafoknál a kezdőben kapott helyet a haladástól visszatért védő Daniel Romić. A találkozóra orkán erejű széllökések közepette került sor. Az első félidőben a Budafok futballozhatott a szél támogatásával, ekkor több helyzete is volt a vendéggárdának. Beke Péter és László Dávid is veszélyeztetett az első 25 percben. A 27. percben egy szöglet hozta meg az első hazai helyzetet. Magyar Zsolt sarokrúgása után Vaskó Tamás fejesét kellett a létszalól kipiszkálni a Bese Balázs kapusnak. A 31. percben Kárték Bálint lövését is összeszedte a budafoki hálóőr, egy perccel később pedig már a másik oldalon kollégájának, Auerbach Martinnak akadt dolga, egy hazai labdavesztés után Micsinai Miklós lövését védte bravúrral. A második félidőt a hazai csapat kezdte aktívabban, az 52. percben egy szép Kártik Major Gergő összjáték után utóbbi lőtt, Bese épp az érkező Murai Márk lábára ütötte a labdát, a csákvári támadóról azonban mellé pattant a játékszer. Az 57. percben aztán megszerezte a vezetést a hazai csapat. Magyar széltől támogatott, veszélyesen csapódó szabadrúgását a hosszú oldalon Mim Gergely készítette le lövésre, Dulló Martin kapásból tüzelt is, Bese pedig már csak a gólvonal mögül tudott menteni, 1-0. A 60. percben megduplázhatta volna előnyét az Aquitál FC, Tamás Nándor labdájával Murai lépett ki, ám lövése elkerülte a budafoki kaput. A 71. percben aztán jött a második csákvári gól, magyar szögletek is ilyen érintés nélkül beakadt, a hosszú oldalon a kapufáról azonban kifelé pattant a labda, mely Kártik érintésével Vaskó elé került, a hazai csapatkapitány pedig okosan a léc alá emelve a játékszert 2-0-ra módosította az eredményt. A Budafok nem adta fel, a 73. percben Filkor Attila ballábas lövése került el a rövid sarkot, majd a 77. percben magyar szabadrúgását védte bravúrral a másik oldalon Bese. A 90. percben aztán összejött a szépítés a Budafoknak, a kiugró Beke Péter lövése a kapufáról Zuigéber Ákos elé került, aki nem is hibázott. Egyenlíteni már nem tudtak a vendégek, a csákvári mérkőzés így 2-1-es Aquitál sikerrel ért véget.